Sziasztok! Engedjétek meg, hogy elmeséljek nektek egy történetet. Mégpedig azt a történetet, hogy hogyan kerültem közel a konyhához, hogyan kerültem közel az egészséges életmódhoz, és hogyan kezdtem el ételeket főzni. 1991-et írunk. 9 éves voltam ekkor, amikor a szüleim elszegődtek a Zepterhez. Ez egy átlagos munkahelynek indult, azonban gyökerestől megváltoztatta az életünket. Hogy mit kaptam azáltal, hogy a szüleim egy másik munkahelyen kezdtek el dolgozni. Megváltozott az életszemléletem, egy olyan biztos, alapokon nyugvó életfilozófiát kaptam, ami megrendíthetetlen a mai napig is, és a tudatosságot. 9 évesen elkezdtem tudatosan élni az életem. Nyilván egy 9 éves gyerek szintjén, azonban minden, amit kaptam, ma az életem aktív része. 10 éves sem voltam, amikor az új hullámos ételkészítés alapjait gyakorlatilag az anyatejjel szívtam magamba. Kislányként ezekben a termékekben felfedezni a főzés örömeit, használni ezeket az edényeket, ezeket a termékeket úgy, hogy tényleg azelőtt a konyhában sem jártál, csodálatos felfedezés volt. Nekem ez adta a kezdő lépéseket afelé, hogy ma azzal foglalkozhatok, amit imádok, amit nagyon szeretek. Ez az együttműködés a Zepterrel egy egyáltalán nem hagyományos együttműködés. 30 éves múltra tekint vissza, és aztán azt hiszem, így értitek meg most azt, amiről beszélek. Nekem ez óriási dolog, hogy most ennek a cégnek a képviseletében tulajdonképpen vál-vál vetve fújjuk ugyanazt a követ, ugyanazt a realitást, és ugyanazokon az alapokon. Szeretném nektek megmutatni, hogy megfelelő étrenddel, növényi étrenddel, egészséges módon elkészítve a zöldségeket, egészséges módon elkészítve a gabonákat, hogyan tudunk még jobb erőllétre szert tenni, hogyan tudjuk a testünket feltuningolni, és ami nagyon fontos, kitisztulám a tudatunk is. Egészen más mentális állapotban leszünk, ha tiszta táplálkozásunk van. Az vagy, amit megeszel, már-már közhelyes, de örökérvényű igazság magunkba szívása. Az, ami elindít az egészséges életmódhoz vezető úton, és az önmagunkhoz való igényesség, az önmagunk iránti érzett hűség az, ami megtart ezen az úton. És én ezzel a sorozattal ebben szeretnék nektek segíteni. Abban, hogy hogyan tudunk könnyedén előállítani olyan eszközökben, olyan ételeket, amik a mindennapi megelégedésünkre válnak majd. Azonban én azt gondolom, hogy manapság muszáj odafigyelnünk a környezetünkre, a környezetterhelésre. És abban is szeretnék tippeket adni nektek ebben a sorozatban, hogy hogy tudunk eltárolni, hogy tudunk akár hulladékmentesen és csomagolásmentesen rengeteg dolgot megvásárolni, kisebb lehet a környezetterhelésünk ezáltal, és az ökológiai lábnyomunkat is jelentősen csökkenthetjük, hogyha olyan tárolási eljárásokat választunk, amelyek meghosszabbítják az ételek eltarthatóságát. Ó, igen, nagyon sokat találkozom azzal a mondással, hogy a növényi étrend az divat. Tudjátok mit? Legyen. Legyen divat a növényi étrend, legyen divat a környezetvédelem, legyen divat az, hogy törekedünk arra, hogy kisebb környezetterheléssel éljünk, és tudjátok mit? Ha csak divatból, de legyen az divat, hogy megőrizzük a bolygót olyannak, amilyen most akár, hogy az unokáink, az ökunokáink is élvezhessék még az itt létet. Ha ez a motiváció, akkor legyen divat. De sokkal több ennél nyilvánvalóan mindaz, amiről most beszélek, mint hogy pusztán divatként tekintsünk rá. Ezzel a sorozattal szeretnék egy picit magasabb szintű tudatosságot becsempészni a mindennapokba, egy picit ösztönözni mindenkit arra, hogyha egy kicsit odafigyelünk, akkor nagyon sok minden változhat az életminőségünkben pozitív irányban.
És az egyik legfontosabb dolgot utoljára hagytam, ami pedig a példamutatás. Példamutatás akkor, amikor azt mondom, hogy az ételek minél tovább történő eltarthatósága is gyerekjáték számomra, hiszen mi nem dobunk ki ételt. A mi családunkban nem divat a pazarlás, és nem mindegy, hogy a gyerekeink mit látnak tőlünk. Azt, hogy bontjuk ki a műanyagdobozt, és ami a végén megmarad, kidobjuk, vagy hogy egyáltalán nincs is műanyagdoboz, hanem mi magunk gyártjuk a szendvics alapanyagot is, abból eszünk, visszazárjuk, és maradéktalanul elfogyasztjuk. Találkozunk a következő részben, egy isteni receptet fogok nektek hozni, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!